Már egészen kiskorom óta érdeklődtem a küzdősportok iránt. És a mai napig hálás vagyok az akkori első judóedzőmnek. Gyerekkorom egyik meghatározó szereplője. Szinte fiává fogadott engem és a társaimat is az egyesületben. Nem egyszerűen verekedni tanultunk tőle. Sokkal inkább megtanított minket az erő tiszteletére, alázatra, önfeláldozásra. Megértette velünk, hogy az erőnkkel soha ne éljünk vissza, és hogy az csak önvédelemre és a gyengébbek védelmére használjuk. Gyakran mesélt nekünk arról az időszakról, amikor behívták katonának a 60-as években. Ezekben a történetekben mindig a bajtársiasságot, az egymásra utaltságot emelte ki. De előbb-utóbb szóba került, milyen napi parancsokat osztogattak a tisztek a hadgyakorlatokon. A béketábor népeinek felhatalmazása alapján a békés szocialista országok lakosai védelmében néphadseregünk éppen át kell az Inn vagy a Pó folyón. Az edzőm és a többi sorkatona nem értette, hogy miért Ausztriában és Olaszországban kell védeni a szocialista békét. De a parancsnokuk lehurrogta őket. Ne pofázzanak! Mindjárt lecsukatom ezt a reakciós bandát! Gyerekkoromban még nem nagyon értettük, mit akar ezzel. De azt éreztük, hogy minden ízében ellenzi az agressziót. Ilyen volt az első judóedzőm. Megpróbálom elmondani, miért lehet ez most nekünk fontos. Az edzőm a hidegháború évei alatt a második világháború után kialakult kétpólusú világrendszerben volt katona. A kapitalizmus és a kommunizmus szembenállását talán ez a szövetségi rendszereket ábrázoló térkép fejezi ki a legjobban. A NATO 1953-ban alakult. A Varsói Szerződés két évvel később. A Varsói Szerződés szövege barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést említ, de a lényeget alig rejtették a propaganda mögé. Éberen vigyázó katonák őrzik mindenütt a nép nyugalmát, a kis állampolgárok zavartalan álmát. Az őrszolgálat harci feladat, békében is. Északtól délig, az év minden szakában, minden órájában védelmezik a szocializmus építésének óriási eredményeit, vívmányait, a szocialista tábor békés életét, munkáját. Amíg az imperialista erők provokációkkal és mesterséges feszültségkeltéssel egy új háború kirobbantására készülődnek, kell és szükséges, hogy harckész hadseregek, félelmetes fegyverek féken tartsák, visszarettentsék a világbéke ellenségeit. A dokumentum lehetővé tette a Szovjetuniónak, hogy a tagállamok területén állomásoztassa a saját csapatait. Sőt, azt is kimondta, hogy ha a szocializmus veszélybe kerül valamelyik tagországban, a többieknek kötelességük megvédeni a rendszert. Amikor a tagállamok vezetői aláírták a dokumentumot, a Szovjetunió már túl volt a lengyel és a kelet-német függetlenségi törekvések vérbefolytásán, és nem sokkal később, 1956-ban eltiporta a magyar forradalmat is. Magyarország hasonlóan az NDK-hoz és Csehszlovákiához határos volt kapitalista országgal is. Így automatikusan frontországnak számított. Az egyszerű emberek mindennapjait ez nem nagyon érintette, leszámítva 1962-t, a kubai rakétaválság két hetét, amikor a világ nagyhatalmainak vezetői komolyan számoltak a harmadik világháború kitörésével. Az emberek a mindennapokban annak örültek, hogy Kádár János alatt azért sokkal jobb volt az élet, mint a Rákosi korszakban. A két hetenkénti szabadszombat, a gépkocsik elterjedése és az OTP kölcsönök hatására a 60-as évektől egyre nagyobb számban találunk hétvégi ház tulajdonosokat a fővárosiak között. Kezdetben a Dunakanyar, később a Velencei tó, majd az autópálya átadása után, amin az építkezés ideje alatt szombaton csak lefelé, vasárnap pedig csak Pest felé lehet autózni, a Balaton lesz az új parcellázások színtere.
1945. augusztus 6-a, Hiroshima. Az emberiség belépett az atombomba korszakába. A II. Világháború végén Hiroshimára, majd pár nappal később Nagasakira ledobott atombomba, addig soha nem látott pusztítást végzett. Pár éven belül már nem csak az Egyesült Államoknak, hanem a Szovjetuniónak is volt atomfegyvere. Hamarosan kifejlesztették a hidrogénbombát, majd a neutronbombát, és közben a kétpólusú világrendben szemben álló országok vezetői a harmadik világháborút tervezgették. Nem állunk készületlenül. A szovjet hadsereg rendelkezik olyan félelmetes hatású fegyverekkel, amelyekhez hasonlót nem ismert a történelem. E nagy erejű rakéták létezése meggondolásra készíteti a háborúra készülő imperialistákat. Mindkét fél arra készült, hogy első csapásként nagy távolságból ballisztikus rakétákat lő majd ki az ellenség fővárosaira és támaszpontjaira. Ezután következett volna a hagyományos támadás tankokkal és repülőgépekkel, amit kisebb atomcsapások kísértek volna a különböző frontokon. A Varsói Szerződésben tömörült országok korszerű technikával felszerelt hadseregei, közöttük a Magyar Néphadsereg katonái állandóan készen állnak a szocialista tábor védelmére. Ezekben a hidegháborús tervekben Magyarországnak is fontos szerep jutott volna. Ma már hazai és külföldi levéltári kutatások igazolják, hogy a magyar haderő is lőtt volna ki szovjet robbanófejes atomrakétákat nyugati célpontokra. A csapatok rövid idő alatt felkészültek az újabb feladatra, az ellenség megsemmisítésére. A saját atomcsapást jelző gombafelhő és tüzérségi előkészítés után kezdetét vette a feltételezett ellenség leküzdése. A gyakorlat szemléletesen bizonyította néphadseregünk magas fokú harckészültségét. Ha minden a kommunista tervek szerint alakul, magyar katonák harcoltak volna Jugoszláviában, Ausztriában és Olaszországban is, a szocializmus védelme érdekében, internacionalista kötelezettségüknek eleget téve. Ahogy akkoriban nevezték a nyílt agressziót. Miközben a kommunista vezetés tömegdemonstrációkon igyekezett bizonyítani, hogy mindent megtesznek a nép, a társadalmi jólét és a béke érdekében, a katonai tervek megmutatták a hatalom igazi arcát. Elvtársak! A következő háború elkerülhetetlenül világháborúvá fejlődik majd. A háború célja az ellenség szétzúzása, a társadalmi rendszerének teljes megsemmisítése. A világháború a szemben álló felektől a teljes hadipotenciál bevetését követeli. Ebből az is következik, hogy a hagyományos világháború elmélete megalapozatlan és tarthatatlan. A világháború ma csak nukleáris fegyverekkel folyhat. Ha az agresszor ránk kényszeríti a háborút, nem fogunk védekezni, nem megyünk át védelembe, hanem kizárólag határozott, lendületes, támadó cselekménnyel fogjuk megsemmisíteni őt. Erre kell felkészíteni az erőinket. A cél az imperialista tömb emberanyag tartalékainak megsemmisítése. Ez itt Kis-Moszkva, a Bakonyban, Tótvázsony mellett. Fénykorában volt itt iskola, könyvtár, uszoda, fodrászat, közért, focipálya, játszótér, garázs, és még helikopterleszálló pálya is azért, hogy a szovjet katonáknak és családtagjaiknak ne kelljen elhagyniuk a laktanyát. A 16205-ös bázis, ahogy akkoriban nevezték, azért különleges, mert itt ezen a helyen a beton alatt, több méter mélységben két atombiztos bombatároló is van.
ez volt az egyetlen olyan bázis, ahol a Szovjetunió egy Kádár és Hruscsov által aláírt államközi szerződés értelmében a magyar kormány engedélyével nukleáris tölteteket tárolhatott. A területet hármas kerítés védte, az őrök azonnali felszólítás nélküli tűzparancsal rendelkeztek. Ez volt az egyik álcázott bejárat. Ártalmatlan rakodó állásnak néz ki. Itt vannak azok a beállók, ahol egyidejűleg 4 atomrobbanó fejeket szállító teherautó rakodhatott. Ennek az ajtónak ki kellett bírnia egy atomtámadás hatásait is. A robbanás okozta a lökéshullámot, majd a tűzvihart, illetve a sugárzást. Az ajtók légmentesen záródtak. Bent a kintinél körülbelül 10%-kal nagyobb volt a nyomás. Így a levegő bentről kifelé áramolhatott. Vagyis a kinti szennyezett levegő nem juthatott be a bunkerbe. És ez volt a robbanó fejek tárolója. A szovjetek itt raktározták azokat a tölteteket, amelyeket háború esetén kiszállítottak volna a legközelebbi magyar rakétatüzér alakulatokhoz. A rakétások helyben szerelték volna fel őket a rakétákra. Ezekben a föld alatti tárolókban mintegy 100 atomtöltet raktározására volt lehetőség. De hogy valójában mennyit tároltak itt, azt nem tudjuk pontosan. A hadijátékok tulajdonképpen tiszteknek szóló hadgyakorlatok, ahol a csapatok vezetési feladatait gyakorolják az előzetesen megírt forgatókönyv alapján. Egy 1961-es hadijátékon, amelyet az NDK-ban rendeztek a Varsói Szerződés főtisztjei számára, az Egyesített Erők szovjet főparancsnoka Grecsko marsall a gyakorlat értékelésében leteremtette a szovjet frontparancsnokot. Elvtársaim, nem titkolhatjuk el a hibákat. Megfeledkeztek arról, hogy a nyugatra levő objektumokat a hadászati rakétacsapatok fogják le, nem pedig mi, a fronterők. Ez 16 esetben a csapások megduplázásához vezetett. Elfecsérelték a drága atomtölteteket, amelyeket pedig később hatásosan tudtak volna felhasználni. A marsall tehát nem azt nehezményezte, hogy egy szovjet tábornok épp elpusztítja Európát, hanem hogy túl sok rakétát lövetett ki egyetlen célpontra, ami pedig pazarlás. Ezen a hadijátékon a forgatókönyv szerint a NATO az első 3 órában 90 keleti repülőtérre, kikötőre és közlekedési csomópontra mérne 150 atomcsapást. Az NDK és Lengyelország területén 150 ezer négyzetkilométer, egy másfél magyarországnyi terület vált volna radioaktívvá. A zászlóajparancsnok harcálláspontja. A zászlóajparancsnok harcálláspontjának körzetében személyesen tisztázza a helyzetet. A Varsói Szerződés terveiben 95 atomcsapás szerepelt. A kalkulációk szerint a kommunista haderő 10 nap alatt legyőzte volna az NSZK-t, Olaszországot, Hollandiát, Belgiumot, és elfoglalta volna Nyugat-Európa tekintélyes részét, összesen 15 megatonna hatóerejű atomtöltet felhasználásával. A mellékhadszíntéren viszont Dél-Kelet-Európában és Kis-Ázsiában 830 darab atomtöltetet terveztek bevetni. Ezek összes hatóereje 127 megatonna lett volna, majdnem 8400 szorosa a Hiroshima-inak.
Mi lett volna a nyugat-európai nagyvárosok sorsa? A varsói szerződésben egyszer sem készült terv városostromra. Az elvárt napi 100 kilométeres menetütem nem tette volna lehetővé az ostromokat, de azt sem tartották lehetségesnek, hogy a kommunista hadsereg a sérültekkel foglalkozzon, élelmezze a túlélőket, és a romok eltakarításával vesződjön. Így a városokat lakosaikkal együtt tulajdonképpen eleve halálra ítélték. Akarsz rohamra felkészülni? Ezeket a gyakran több milliós nagyvárosokat a hadászati rakétaerő messziről kilőtt óriási erejű rakétákkal pusztította volna el. A béketábor csapatai pedig megkerülték volna ezeket a radioaktív romhalmazokat, és tovább haladtak volna a céljaik felé. A magyar hadsereg főparancsnoka, egy megbízható kommunista, a karcagi születésű, de főleg Szolnok megyében aktív pártmunkás, Cinege Lajos lett. Jó napot, eftársak! Cinege részt vett az 1956-os forradalom leverésében és a munkásőrség megalakításában. Amikor kinevezték, tartalékos alezredesből hirtelen altábor nagyjá léptették elő. Később arról vált hírhedté, hogy saját hűbérbirtokaként tekintett a hadseregre, és a sorkatonákkal építette fel az állami vadászterületből kihasított vadászházát. A 60-as években Cinege Lajos vezetésével a magyar vezérkar azt vizsgálta, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet déli hadseregcsoportból és a magyar 5. hadseregből létrehozandó délnyugati front hogyan tudja megtámadni Olaszországot Jugoszlávián keresztül. A varsói szerződés és Magyarország számára ez az irány kedvező feltételeket biztosít az adriai kikötők Triest, Pula, Rijeka elfoglalásához. De ez kedvező ahhoz is, hogy Magyarország az adriai tengeren és a szárazföldön indított hadművelettel kijutva az olasz síkságra, Olaszországot kikapcsolja a háborúból. Kérem, ízlelgessék az iménti szavakat. Mert ezúttal nem egy szovjet tábornok fejtegette a harmadik világháborúról szóló nézeteit, hanem a magyar honvédelmi miniszter Cinege Lajos vázolta azt fel, hogy a magyar csapatok bevonulnak Jugoszláviába, hogy megtámadhassák Olaszországot, és olyan vereséget mérjenek rá, hogy ez befejezze a háborút. A szárazföldi csapatok kis és nagy hatótávolságú rakétatüzérsége jelentős tényező a korszerű harc megvívásában. A lánctalpas rakéták jókora acéltestüket meghazudtoló fürgeséggel mozognak előre a nehéz terepen, és foglalják el kilövő állásaikat. A személyzet óraműpontossággal gyorsan és gyakorlottan készíti elő a kilövést. A kapott adatok alapján megfelelő helyzetbe emelik a rakétákat, és beállítják a műszereket. A rakétacsapatok félelmetes hatású tűzfegyvereikkel állandóan készen állnak szükség esetén a megsemmisítő csapások kiváltására. Cinege forgatókönyve szerint természetesen a nyugat robbantja ki a világháborút. A NATO olaszországi csapatai betörnek Ausztriába és Jugoszláviába, majd felvonulnak Magyarország ellen, hogy megszüntessék a közvetlen összeköttetést az egyes népi demokráciák között. Keletiek, köztük a magyar csapatok, a 33 darab atomfegyverüket jó részt jugoszláv területen vetették volna be. Ebből 17-et egy nappal a kilövésük előtt szállítottak volna ki a raktárakból, például a magyarországi Kis-Moszkvából, és a közelebbi célokat pusztították volna el velük. A rakétaezred pozícióját úgy választották meg, hogy a rakéták azért elérjék a Triest-Villach földrajzi vonalat is.
a nagyobb hatótávolságú hadműveleti harcászati rakétákat az olasz erők hátországára lőtték volna ki. Cinege vegyi robbanófejeket is fel kívánt használni a változatosság kedvéért, ahogy azt értékelésében is kifejtette. A hadosztály rakéta tüzérosztályai egyetlen vegyi töltetű rakétával 100%-os veszteséget okoznak egy négyzetkilométeres területen. Ezért nem szabad lebecsülni a vegyi eszközöket, és azokat a magfegyverekkel együtt széles körűen kell alkalmazni. A vegyi töltet köznapi nyelven harci gázt jelent. Az első gáztámadás az első világháborúban történt. Azóta tudjuk, hogy ezek a mérgező anyagok elképzelhetetlen szenvedést okoznak a sérülteknek, mielőtt megölik őket. A magyar honvédelmi miniszter kedvenc fegyverének hatásait élő állatokon mutatták be egy pár delegációnak 1962-ben. Néphadseregünk és a polgári élet szakemberei vegyvédelmi bemutatón ismerkednek a korszerű vegyvédelmi technika gyakorlati alkalmazásával. A résztvevők állatokon végzett kísérletek útján győződtek meg a vegyi fegyverek hatásáról. Kénmustárral fertőzött házi nyúl. A farkaskutya finom ösztönével megérzi, hogy mi vár rá. Egyetlen csepp szemébe juttatott idegméreg rövid idő alatt végez az erőteljes állattal. A gyakorlat érdekessége, hogy a magyar vezérkar egyetlen egyszer sem számolt a jugoszláv hadsereg ellenlépéseivel. Sem azt nem kalkulálták, hogyan védekeznek majd a jugoszlávok a NATO-val szemben, sem pedig azt, hogy Tito elvtárs vajon majd jó szemmel nézi-e a Varsói szerződés atomcsapásait a saját területén. Cinege Lajos haditervében a jugoszláv hadsereg felszívódik. Egyszerűen nincs. A magyar vezérkar természetesen azt is számolgatta, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén mi történik a hátországgal, vagyis hazánkkal, Magyarországgal. Azt ugyanis még a kommunista vezetés hurrá optimista haditerveiben sem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy Magyarország a Varsói szerződés egyik határállamaként elkerülhetetlenül frontországgá válik. Nyugat-Magyarországon Kapuvár 100 kilotonna, Szombathely 50, Lenti 100, Nagyatád 100, Dunaföldvár 50 kilotonna erejű rakétacsapást szenvedett volna el. Ezek minimum háromszor nagyobb bombák voltak, mint a hiroshimai. Látható, hogy az összes Dunántúli nagy laktanya atomcsapás célpontja lett volna. Az atomcsapások becsült robbanó ereje a következőképpen alakult a forgatókönyvben. Szeleste 200 kilotonna, Gyarmat 200 kilotonna, Székesfehérvár 20 kilotonna, Budapest 1 megatonnás rombolást szenvedett volna el, ami 70-szer nagyobb erejű lett volna, mint a hiroshimai. A miskolci atomtámadást 500 kilotonnára becsülték. Ezek a számítások a kommunista hadvezetés kalkulációi voltak, tehát saját maguk számoltak ilyen sokkoló veszteségekkel. A hadművelet végén természetesen a Varsói szerződés győzött. Hogy a kommunista vezetés hogyan tervezte elpusztítani nem csak Nyugat-Európát, de a háború kirobbantásával óhatatlanul Magyarországot is. Az 1964-es Gyémánt fedő nevű gyakorlat tanúskodik a legjobban. A magyar vezérkar itt már jóval több atomcsapással számolt, mint az előző években. Az újabb forgatókönyv szerint a NATO összesen 12 megatonna hatóerejű bomba vagy rakétatámadást készít elő Magyarország és Románia ellen, ami 800-szorosa a hiroshimai pusztításnak. A számított 42 atomcsapásból 32 ér magyar területet. A célpontok között szerepeltek katonai repülőterek, Pápa, Taszár, Tököl, Kecskemét, Kiskunlacháza, a nagyvárosok és ipari központok, mint Budapest, Miskolc, Székesfehérvár, Szolnok, Debrecen, de Záhony is elpusztult volna,
hiszen a legnagyobb vasúti csomópont volt Magyarország és a Szovjetunió között. A kommunista világháborús forgatókönyvben a keletiek, a jók, szerencsére felfedik a nyugatiak a rosszak szándékát, megalakítják a délnyugati frontot, amelyben magyar, szovjet és román csapatokat vonnak össze, és összesen 20 atomcsapást mérnek az olasz erőkre, illetve olasz városokra. A legnagyobb hatóerejű rakéták Torinót, Milánót, Bolognát, Bressát, Rómát és Nápolyt érik. Ezek mind egy megatonnás robbanó fejjel rendelkeztek volna. Az olasz atomraktárakat 500 kilotonnás csapások pusztítják el. Így például az a Rimini is a megsemmisítendő városok közé tartozott, amely 30 évvel később a rendszerváltás után a magyar turisták egyik kedvelt tengerparti nyaralóhelye lett. A magyar és szovjet atomtámadások összható ereje sokkoló. Majdnem 15 megatonna. Vagyis Cinege a magyar és szovjet tábornokokkal közösen a hiroshimai rombolás 1000-szeresét tervezte Olaszországra mérni. Atomcsapás bénítja meg a támadásnak makacsul ellenálló ellenséges védőkörletet. Most minden a gyorsaságtól függ. Az egység lendületesen tör előre. A sorozatvetők hatásos tűzzel támogatják az előremozgást. A védőöltözet nehezíti ugyan a mozgást, de a kiképzés során jól elsajátított és begyakorlott fogások képessé teszik a harcosokat a feladat sikeres végrehajtására. Harcjárműről, roham, előre! Szovjet fegyverbarátaink így tökéletesítik napról napra harckészültségüket. A Varsói Szerződés hadászati elképzelései szerint Ausztriát és Olaszországot rövid idő, 6-14 nap alatt ki lehetne ütni a háborúból. A Magyarországon állomásozó szovjet déli hadseregcsoport és a magyar néphadsereg egységeiből alakult volna meg az Olaszország elleni balatoni front. A levéltári bizonyítékok szerint ez kapta volna az itt bevetendő nukleáris töltetek 20%-át. Vagyis minden 10 bomba közül 2-t magyar csapatok használtak volna fel. Ízlelgessük ezt a tényt is. A magyar néphadsereg vezetése saját hatáskörben, persze szovjet irányítás mellett döntött volna olasz városok elpusztításáról, és saját maga használta volna fel az atomtöltetek 1/5-ét. A tervek szerint a balatoni front magyar csapatai a második lépcsőben haladtak volna a szovjetek mögött. Az osztrák és nyugat-német erők megsemmisítése után a hadművelet 20. napjára Padova környékére értek. A NATO parancsnoksága a balatoni frontot összesen 210 atomtámadással próbálja megállítani, és újabb szövetséges hadosztályokat vonnak be a harcba. A magyar 3. hadtest a hadművelet 23. napjára elérte a kitűzött célt, és birtokba vette a Milánó-Mantova-Velence vonalat. A balatoni front magyar egységei így összességében az elvárt napi 50-60 kilométeres támadási ütemmel 900-1000 kilométert tettek meg. Míg a magyar néphadsereg itt megállt volna, a balatoni front szovjet egységei nem. Az ő feladatuk Olaszország teljes területének elfoglalása lett volna. A rakétákkal felszerelt hajók a Varsói Szerződés közös parancsnokságának együttműködési tervei szerint manővereztek. Felvonultak a kis hatósugarú harcászati rakéták, és tűzcsapást mértek a feltételezett ellenség bázisain. Mivel a háborúban Magyarország és a magyar városok is célpontokká váltak volna, megmutatjuk önöknek, milyen hatások fenyegették a magyar lakosságot. A korabeli dokumentumok alapján a Kádár kormány úgy számolta, hogy Budapest 1 megatonnás atomcsapást szenvedne el. Tételezzük fel, hogy az atomtöltet becsapódásának a helye az a pont, ahol most állok.
ilyen fegyver közvetlenül a bevetése után olyan fényhatást idéz elő, amelyet akár 21 kilométeres távolságból is érzékelni lehet. Az erős fényjelenség néhány percig tartó átmeneti vakságot idéz elő. Maga a több ezer fokos tűzlabda 1,6 kilométer átmérőjű lenne, ami egy 4 kilométeres sugárban minden életet elpusztítana. A lökés hullám pedig 4,5 kilométeres sugarú körben okozott volna súlyos károkat. A legnagyobb problémát közvetlenül a detonáció után a felszabadult hőenergia, a tűzvész idézni elő, amely az epicentrum közelében szinte mindent elpusztítana, és egy közel 11 kilométeres sugarú körben harmadfokú égési sérüléseket okozna. De még 19 kilométerrel távolabb is keletkeznének égési sérülések. A valódi pusztítás csak a robbanás után kezdődik meg. A támadás egyik leghosszabban tartó és legveszélyesebb hatása ugyanis a radioaktív sugárzásban rejlik. Aki valami csoda folytán túléli a detonációt, amire volt példa Hiroshimában és Nagasakiban is, annak meg kell küzdenie a sugárzással és az úgynevezett radioaktív kihullással, a nukleáris szennyeződéssel. Végül, ha egy cárbombát, a valaha volt legnagyobb atomfegyvert, az 50 megatonnás szovjet hidrogénbombát dobnák ide le, az gyakorlatilag mindent elpusztítana Budapesten és a környező elővárosokban is. És akkor még nem beszéltünk a lakosság szenvedéseiről, a mentés lehetetlenségéről, a romok eltakarításának reménytelenségéről, a szennyezett ruhák lecseréléséről, a védőruhák vagy a gyógyszerek hiányáról. Azok alapján, amit eddig a Kádár kormány és a kommunista hadvezetés atomháborús terveiről tudunk, és arról, hogy komolyan számoltak az országot fenyegető atomtámadásokkal, azt gondolhatnánk, hogy a pártvezetés mindent megtett a lakosság védelme érdekében. Pedig ez a kép is árnyaltabb ennél. Miközben a nép a mindenkiről szeretettel gondoskodó apafigurát, a rendszer névadóját, 32 éven át első számú vezetőjét, azaz Kádárt ünnepelte a május 1-i és április 4-i ünnepségeken, a polgári védelemről szóló tanácskozások visszatérő érve volt, hogy az óvóhelyek drágák, és nem is biztos, hogy hatásosak. A döntő dolgok megvédésére kell koncentrálni, és ahogy máshol is történik, a lakosságnak egy minimális védelmet kell biztosítani. Budapest kitelepítésének ügyét meg kell oldani, de nem látom megoldhatónak a nagyvárosok kitelepítését. A magyar viszonyok között a kitelepítés nem sokat segít a helyzeten. Úgy néz ki, kicsit pessimistán nézve, hogy a városokban maradók sorsa meg van pecsételve. Mi a leendő háború élvonalában vagyunk. A szovjet hadsereg részére felvonulási térről szolgálunk. Tehát az ellenség érdeklődését magunkra vonjuk. Kell tehát csinálni valamit. De nem hiszem, hogy ezt csak drága épületekkel tudjuk megoldani. Például hallottunk arról, hogy Hiroshimában az árokba feküdt emberek megmaradtak. Az ilyen védelemnek nincs értelme. Nem ad védelmet, és nagy teher a népgazdaság számára. A kommunista vezetők bizonytalansága ellenére készültek tervek a civilek megmentésére. 1962-ben a Honvédelmi Minisztérium vette át a légoltalmi feladatok irányítását a Belügyminisztériumtól. Az átszervezést a közelmúlt két nagy nemzetközi eseménye, az 1961-es berlini és a 62-es kubai válság indokolta. Mindkettő, különösen a második, azzal fenyegetett, hogy napokon belül kitör a harmadik világháború. Közel a Német Demokratikus Köztársaság határaihoz sorozatos hadgyakorlatot tart az amerikai segítséggel felfegyverzett nyugat-német hadsereg. A fegyveres provokációkon a nyugati hatalmak képviselői is gyakran megjelennek, hiszen látni akarják, mire fordította a nyugat-német kormány a kapott dollármilliókat. A Potsdami egyezményt megszegve Nyugat-Németország területén nehéz fegyver, atom és rakéta támaszpontokat építenek. Ezért sem akarnak tárgyalni Németország békés, demokratikus újraegyesítéséről. Németország fővárosában a megszállási övezetekre osztott Berlinben tilalmi táblák jelzik a zónahatárokat. A békés berlini polgárok gyakran találkoznak ezekkel a táblákkal.
1961-ben az NDK pártvezetők megelégelték, hogy immár havi 30 ezer ember szökött át Nyugat-Berlinbe a keleti oldalról az emberhez méltóbb élet reményében. Augusztus 13-án a kelet-német hadsereg 15 ezer katonája lezárta a nyugati és a szovjet szektorok közötti határt és szöges drótot húzott a két város rész közé. Három nap múlva elkezdték telepíteni a betonelemeket, és még aknamezőket is leraktak a határra. Berlin nyugati részét ezzel elzárták a külvilágtól. A NATO-ban attól tartottak, hogy a fal építését támadás követheti. A nyugati diplomáciának végül bele kellett törődnie a város kettévágásába. Az NDK pedig lehetővé tette a Nyugat-Berlin és az NSK közötti fizikai összekötetést. A berlini kérdést rendezni kell. A Német Demokratikus Köztársaság szívébe beékelődött egy olyan városrész, amely imperialista katonai bázissá vált, és több mint 200 kilométerre fekszik Nyugat-Németországtól. Ennek megszüntetésére tett lépéseket a Szovjetunió. A Potsdami Egyezményben biztosított jogait átadja a Német Demokratikus Köztársaságnak, és felszólította a nyugati hatalmakat, hogy szüntessék meg Nyugat-Berlin katonai megszállását, nyilvánítsák Berlin szabad várossá. 1962. októberében amerikai kémrepülők felvételei alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a Szovjetunió atomtöltetek kilövésére alkalmas rakétákat telepített Kubába, közel az amerikai partokhoz, Floridától alig 200 kilométerre. A szovjeteknek ekkor még nem volt interkontinentális rakétájuk, de a középható távolságú rakétáik már megbízhatóan működtek. Ezek a rakéták 6 perc alatt elérték volna Washingtont. Az ellenség élén az amerikai imperializmus áll, amely minden eszközt megragad a szocialista forradalom latin-amerikai pártjájának kioltásáért. Alig pár hónapja súlyos veszély fenyegette a hős kubai népet. Az Egyesült Államok kormánya sárba tiporva a nemzetközi jogot, katonai blokádokat rendelt el a sziget ellen. Hadihajók és repülőgépek cirkáltak az ország körül. Az egész szocialista tábor teljes támogatásától kísért kubai nép felkészült a harcra. A városok és falvak utcáin felhívások jelentek meg, védjük meg a forradalmat. És fegyvert fogott a nép. A milícia és a hadsereg elfoglalta állásait. Kennedy elnök nyilvános tévébeszédben jelentette be a világnak, hogy válaszként háborús készültségbe helyezte az amerikai haderőt, és Kuba körül egy 900 kilométeres blokádot jelölt ki, aminek megsértése azonnali fegyveres konfliktust, atomháborút jelentett volna. A válság hírére szinte naponta kezdtek atomháborús gyakorlatokba az amerikai nagyvárosokban. Ez volt a hidegháború legforróbb két hete, amikor Amerikától Magyarországig milliók hitték azt, hogy másnap kitör a harmadik világháború. A válság idején az én nagyszüleim és az edzőm is meg voltak róla győződve, hogy vége a világnak. Amikor Amerika és a Szovjetunió hajókat és repülőket küldött egymás ellen, az edzőmet, mint tartalékost behívták. A rádió és a tévé ontotta az újabb és újabb ijesztő híreket, amelyeket a kommunisták úgy tálaltak, hogy a békeszerető Szovjetunió és Hruscsov elvtárs újabb béke ajánlatot tett, de az imperialisták elutasították a szovjet békejobbot. Ez volt az, ami arra késztette a magyar pártvezetőket, hogy mégis foglalkozzanak a polgári védelem fejlesztésével is. Más kérdés, hogy a lendület nem tartott sokáig. A polgári védelem tisztjei, katonái, polgári dolgozói felkészültek fontos feladatukra a lakosság védelmének megszervezésére. Munkájukat korszerű technikai berendezések, felszerelések és az országszerte szélesen kiépült riasztórendszer biztosítja. A válság egyébként végül 1962. október 28-án zárult, amikor az amerikai elnök feloldotta a karantént, mert Hruscsov visszafordította azokat a szovjet hajókat, amelyek újabb rakétákat vittek volna Kubába. Az addig telepített rakétákat nem sokkal később visszaszállították a Szovjetunióba.
Cserébe Amerika lemondott az invázióról, és kivont a Törökországból Jupiter nevű atomrakétáit. Kuba népe helytállásának és a szocialista országok internacionalista segítségének eredményeként fellélek. Most már valóban kezdetét veheti a szocializmus építése. Ebből az időből már ismét jó hangulatú riportok érkeznek Kubából. A hazai kitelepítési terveket természetesen szovjet mintára dolgozták ki. Az elvek szerint a nagyvárosokból 50%-ig, a kisebb városokból 20-30%-ig kell kitelepíteni a civileket. A forgatókönyv úgy szólt, hogy először a 15 évesnél fiatalabb gyerekek a tanáraikkal és óvónőikkel együtt hagyják el a várost. Utánuk a munkaképtelenek, nyugdíjasok, szociális otthonok lakói és a három gyerekes anyák következtek. A kitelepítetteket állami gazdaságokban, TSZ-ekben, iskolákban akarták elhelyezni, és ott kellett gondoskodni az ellátásukról, de a tanulásról is. A városok voltak felelősek azért is, hogy a civileket egy nap alatt 25-40 kilométerre szállítsák el közbenső pontokra, a gyerekeket pedig végleges tartózkodási helyükre. A közelmúltban Debrecenben és környékén zajlott le az eddig legnagyobb polgári védelmi gyakorlat. A feltételezett atomtámadás körzetéből gyorsan megkezdték a kiürítést. Így többek között 8000 debreceni lakos gyalog és különféle járműveken fegyelmezetten vonult a kijelölt védett területekre. A kiürített községekben azonnal felkészültek a mentesítésre, és megkezdték munkájukat az egészségügyi és rendfenntartó osztagok. A szovjet mintára kialakított kitelepítési forgatókönyvekre való tekintettel, illetve attól függően, hogy hol voltak a fontos laktanyák és parancsnokságok, a Honvédelmi Bizottság úgy rendelkezett, hogy atomcsapás esetén a következő városok lakosságát kell kitelepíteni. Budapest, Pécs, Debrecen, Szeged, Székesfehérvár, Győr, Dunaújváros és Szolnok. A közel 40 ezer résztvevőt mozgósító megyei gyakorlat példás rendben és fegyelmezetten ért véget. Színe Gertás sajtónyilatkozatában kiemelte a gyakorlat minden résztvevőjének jól szervezett munkáját és a polgári védelem terén kifejtett áldozatkész tevékenységét. Az első polgári védelmi gyakorlatot 1967-ben tartották. A politikai bizottság két évvel később foglalkozott a kitelepítés kérdésével, és 1972-ben tárgyalt a tanulságokról. Itt egyebek mellett fény derült a kitelepítési tervek színvonalára. Ugyanis a tanácskozásra készített jelentés megállapította, hogy a kijelölt háborús helyekről a minisztériumok és állami igazgatási szervezetek nem képesek irányítani az országot. Egy másik súlyos megállapítás pedig az volt, hogy azokon a civileken kívül, akiket egy háborúban a polgári védelem alkalmazna mentési munkákra, egyetlen lakos számára sincs gázálarc vagy védőruha. Vagyis a lakosság védőeszközökkel történő ellátása érdekében semmi nem történt. Kis Moszkvában, az egyetlen hivatalos szovjet atomraktárban éppen az ellenkezője történt. Itt tökéletesen gondoskodtak arról, hogy a bázis egy atomtámadás esetén is elláthassa a feladatát, azaz megvédje a nukleáris tölteteket. A rakétafejek föld alatti tárolója három üzemmódban működhetett. Az elsőben a kintről beszívott levegőt mindenfajta szűrés nélkül keringették a rendszerben. Ez volt a békeidők üzemmódja. Ha harckészültséget rendelt el a parancsnokság, bekapcsolták a szűrőket. Ilyenkor az ajtókat, szelepeket lezárták, a külső vízellátást leállították. A bunkerben állandó túlnyomás volt, amit a ventilátorok által beszívott levegő mennyiségével tudtak biztosítani. Ha a túlnyomás a megadott érték fölé emelkedett, a szelepek kiengedték a felesleget. A levegő így csak kifelé áramolhatott, kívülről sosem kerülhetett be radioaktív vagy vegyi szennyeződés. A harmadik fokozatban már teljes mértékben izolálhatták a bunkereket a külvilágtól.
Ilyenkor légmentesen le lehetett zárni az egész föld alatti részt, és palackokban tárolt sűrített levegőt keringettek a helységekben. Ebben az üzemmódban a létesítmény saját áramforrásból nagyjából 10 órán át működhetett. A kommunizmusra annyira jellemző kontraszelekció korszakában az igazmondás ritka kezdeményezései közé tartozott egy 1966-os polgári védelmi tanulmány. Az elemzés a Kádár kormány számára riasztó megállapításokat tartalmazott. A szakértők úgy számoltak, hogy összesen 3,8 megatonna csapás éri majd a fontos városokat. A pusztítás következményeit a következők szerint becsülték meg. A feltételezett körülményeket figyelembe véve megállapítható, hogy az ország vezetése nem riasztható. Így a kormány megsemmisül. A kormányzat kiesett személyeit és intézményeit a csapást nem szenvedett megyék apparátusának kell pótolnia. Az óvóhelyek nem felelnek meg a követelményeknek, és különben is raktárként használják őket, így a közvetlen csapás területen 400 ezer fő azonnal meghal. 750 ezer sérült, az ország lakosságának 12%-a ellátásra szorul. A radioaktivitás további 800 ezer ember sugársérülését és sugárszennyezettségét okozza, így az egészségügyi összveszteség már több mint 2 millió fő, és a sérültek száma tovább nő. Ilyen körülmények között nincs mód az életben maradt emberek romok alóli kimentésére, és az ellátásra sem lesz elegendő erő. Ennek az az egyik oka, hogy maga a polgári védelem is óriási veszteségeket szenved. Az országosan szervezett körülbelül 500 000 főből 260 ezer polgári védelmi halottal számolunk. A civil lakosság esélyeit mutatja, hogy a veszélyeztetett területeken van az ország gyógyszerkészletének 77%-a. Az országosan tárolt 110 ezer literes vérkészlet 60%-a, a 76 ezer kórházi ágy 58%-a. A gyógyszerkészlet 81%-a megsemmisül. A vérkészletek 67%-a megsemmisül. A kórházi férőhelyek 63%-a megsemmisül. A sérültek legalább 50%-ának kórházi ellátásához gyógyszer, kötszer és műszerigény oly nagy mértékű, hogy a jelenleg meglévő békekészletek sem képesek fedezni. Annak tudatában, hogy a vér, vérplazma és plazmapótszerek alig fedezik a hadsereg első hadműveleti feladatainak egészségügyi biztosításához szükséges mennyiséget, a veszteségek még nagyobbak lesznek. A legveszélyeztetettebbnek nyilvánított városokban összpontosul az ország élelmiszerraktárainak 31%-a, a gabonatároló kapacitás 69%-a. A raktárak 36%-a elpusztul, a silók 76%-a megsemmisül. Az ország mezőgazdasági művelés alatt álló 70 ezer négyzetkilométernyi területének 25%-a a célterületen található és radioaktív szennyeződés éri. Itt elpusztulhat 260 ezer állat is, az ország állatállományának 15%-a. Ugyanezen a területen összpontosul az ország ipari kapacitásának 67%-a. A számításaink szerint feltehetőleg megsemmisül a hadipar 53%-a, a gyógyszer és műszeripar 100%-a, a hús és konzervipar 70%-a, a tejipari, malomipari és sütőipari vállalatok 75%-a. Megszűnik a villamosenergia ellátás, és a kőolajszállítások megbénulnak. Használhatatlanná válnak a fő közlekedési csomópontok, a Dunai és a Tiszai átkelőhelyek. A székesfehérvári közúti és vasúti csomópont megsemmisülése megbénítja a teljes Dunántúl közlekedését. Ez megakadályozza például a saját és a szövetséges csapatok mozgását is. A hadsereg laktanyáinak és fontos bázisainak 51%-a a csapás célterületén van, ez pedig azt jelenti, hogy megsemmisül, de legalábbis megrendül a magyar néphadsereg élelmiszer, üzemanyag és lőszerellátása. 21 évvel később,
1987-ben tartották az Erőd 87 nevű hadijátékot. A kommunizmus ekkor már az utolsókat rúgta, a hadvezetés mégis, még mindig az atomháborúra készült. A kilövő állvány kezelő személyzete a kijelölt terepszakaszon kilövő állást foglal, és rövidesen megkezdik a rakéta célra irányzását. A katonák nyugodtan és fegyelmezetten hajtják végre a gyakorlatot. Még egy utolsó ellenőrzés, a rakéta tűzkész. A hadijáték tervezői szerint 51 csapás érte volna Magyarországot, ami miatt 603 ezer fő lett volna a közvetlen lakossági veszteség. A romok alól 72 ezer embert kellett volna kimenteni, 1600 óvóhelyet kellett volna feltárni, valamint kiszabadítani az oda menekült embereket. Több mint 600 helyen kellett volna helyreállítani a közműveket. A polgári védelmi szakértők előbb bemutatott tanulmánya alapján a mentés lehetetlen lett volna. A magyar városok rombolódási foka, vagyis hogy mekkora anyagi pusztítás történt, több esetben 90%-os volt. Kecskemét, Tatabánya, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Szombathely és Ózd tartozott ebbe a 90%-os pusztulási kategóriába. Az ország energiaellátása megszűnt, mivel minden erőművet atomcsapás ért. Különösen súlyos helyzet alakult ki a paksi atomerőműnél. Az ország 9000 üzeme közepesen, illetve súlyosan megsérült. Az elhangzottak alapján egyértelmű, hogy a hidegháború alatt Kádár és a kommunista hadvezetés egy szövetségi rendszeren belül olyan kötelezettséget vállalt, ahol egy esetleges nukleáris háború esetén feláldozta volna a magyar lakosságot és az országot a Varsói szerződés céljai érdekében. A párt és állami vezetők, a néphadsereg vezetői, a haditervek és szaktanulmányok készítői, a konferenciák és tanácskozások előadói mind tisztában voltak azzal, mivel járt volna az atomháború. A harcban minden eszköz felhasználása megengedett lett volna, mert a cél, a végső győzelem minden erkölcsi megfontolást felülírt. A Varsói szerződés totális atomháborút tervezett, és a magyar párt és állami, illetve katonai vezetők igazodtak ezekhez az elképzelésekhez. A hidegháború időszakának magyar politikai és katonai vezetését ennek tükrében érdemes értékelni. Az akkori szovjet-magyar viszonyt jól érzékelteti, hogy amikor a 90-es évek elején megkezdődtek a szovjet csapatkivonások Magyarországról, kiderült, hogy a Hruscsov és Kádár által aláírt államközi szerződésben jóváhagyott bázison kívül a szovjet hadsereg nem csak Kis-Moszkvában, hanem négy másik magyar településen is évtizedekig tárolt atomtöltetet a magyar kormány engedélye nélkül. A szigorúan titkosan kezelt ügyről a magyar katonai vezetés sem tudhatott. Ezek a titkos raktárak Császáron, Tabon, Kiskullacházán és Kunmadarason voltak. Természetesen minden kormány és hadvezetés készít forgatókönyveket háborús esetekre, mint ahogy a természeti katasztrófákra is készülnie kell minden országnak. Így nincs abban semmi különös, hogy a kommunista országoknak is voltak ilyen tervei. Az viszont annál inkább érdekes, hogy a látszólag békeszerető, de a valóságban a nyílt háborús fenyegetéstől sem visszariadó keleti blokk hány haditervet szőtt Európa lerohanására. És ebben az akkori magyar kormány és a Kádár vezette magyar kommunisták is partnerek voltak. Mi a teljes leszerelés mellett vagyunk, de hangsúlyoznunk kell, hogy ameddig a NATO fennáll, és más imperialista fegyveres blokkok léteznek, addig a népeknek szükségük lesz a Varsói szerződés szervezetére. A kommunizmus bukása óta eltelt közel 30 évben számtalan háború zajlott a világon. Ha csak a második öbölháborúra, a délszláv háborúra, a szíriai háborúra, illetve annak több százezer áldozatára gondolunk, láthatjuk, hogy az emberiség nem tanult a korábbi pusztítások tanulságaiból. Ha a kormányok vezetőinek olyan mesterük lett volna, mint az én gyerekkori edzőm, emlékeznek, akkor megtanulhatták volna, hogy az erőnket a béke védelmére
és annak megteremtésére használjuk fel. Azt hiszem, épp itt lenne az ideje. Mert a különböző kihívások eddig sosem látott mértékben fenyegetik az emberi civilizációt.